Áldás békesség, Isten igéjét olvasom Máté Evangéliumának 12. fejezetéből, a 38. verstől a 45. versig terjedő ige Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogy a Jónás három nap és három éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében három nap és három éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Ám de itt nagyobb van Jónásnál. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ám de itt nagyobb van Salamonnál. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik hét, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Ámen. Fontos meglátnunk, hogy Jézus miről is tanít itt. Hogy a gonosz lelkek hogyan viselkednek, és mi történik egy megtisztult emberrel. Nem ez Jézus mondani valója. Ehhez egy közismert tanítás volt a zsidók között. Jézus ezzel semmi újat nem mondana. Nem ez a szakasz témája. Ő nem a megszállott és megszabadított emberről beszél, hanem arról a nemzedékről, akik látták őt. Tisztátalan lélekről szóló tanítás ehhez csak egy illusztráció. Mert mi is történik a megszállott emberrel? Amikor megtisztul, akkor átél egy szabadságot, Isten tisztaságát és hatalmát, Isten országának erejét élvezheti, belekóstól a helyreállított teremtésbe. Mi történt Jézus kortársaival Izraelben? Jézus bejárta a városokat, és Isten országának erejét jelenítette meg. Nem csak egy-egy ember, hanem egész települések életében. Izraelben akkor sokan megtisztultak betegségtől, tisztátalanságból, gonosz lelkektől, hamis tanításoktól belekóstolhattak a helyreállított teremtésbe. De ahogy egy megszállott ember, ha csak rövid ideig tapasztalhatta meg a szabadságot, és visszatér a korábbi állapotába, akkor sorsa még rosszabb lesz a korábbinál. Semmi haszna nem lett számára annak, hogy ideiglenesen tiszta volt, mert a természete nem változott meg. A gonosz erői továbbra is szabadon használhatták őt. Ugyanígy Izrael is, Hiába élte át az egyiptomi szabadulást, ha utána elhagyták az úr útjait és bálványokat imádtak. Hiába élte át Izrael a babiloni fogságból való szabadulást, ha utána üres maradt a nép lelke, és nem töltötté meg a közösséget Isten imádata. Hát még amikor Jézus bejárja az országot, Jézus, és közvetlen közelről lehetnek Isten felkentjének újjáteremtő munkájával kapcsolatban. Nagyobb van itt Dávidnál, nagyobb van a templomnál, Jónásnál, Salamonnál. Nagyobb erők fölött gyakorol hatalmat, mint Egyiptom vagy Babilon. Hiába kérnek jelet, hazug módon mesternek hívva őt. Minden jel adott. Ha Jézus így sem marad az ő királyuk, ha nem imádják őt, ahogy a Zsoltár mondja, ha nem csókolják a fiút, akkor bár megtisztultak, de rosszabb állapotba kerülnek később, mint korábban. És ez is történt a zsidósággal. Jézus keresztre feszítése után, mint nemzet, Isten ítélete sújtotta őket. Lerombolták a templomot, és azóta is szétszóratásban, szentély és áldozat nélkül élnek. Akik viszont befogadták őt, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak az élete nem maradt üres. A szabadulás nem csak egyszeri érzés, hanem valódi szabadulás volt számukra. Az ilyen emberek biztonságban vannak. Akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. A pokol erői nem vehetnek többé diadalt rajta, nem kell tartania a visszatérő gonosz hatalmától, és Isten hatalma őrzi az ilyen embert az üdvösségre. Ezért egyedül Isteni a dicsőség. Ámen.